Szombaton egy külföldi csapattal mérkőzött meg a Sori, az ellenfél a felvidéki KFC Komárno együttese volt. A szlovák és magyar játékosokkal felálló ellenfél a szlovák másodosztályban játszik. Szimpatikus csapat benyomását keltették, hiszen edzőmérkőzés ide vagy oda, érezni lehetett rajtuk, hogy győzni szeretnének. Kemények, gyorsak és ügyesek voltak. Játékfelfogásuk némileg meg is lepte csapatunkat, ugyanis az első félidőben inkább a vendégek akarata érvényesült, és ha a végén egy kicsit jobban koncentrálnak, akár a vezetést is megszerezhették volna. Ezúttal is Ster Bence állt a kapuban, és neki is hozzá kellett tenni a magáét, hogy ne hátránnyal forduljunk pihenőre. A második félidőben sort cserélt csapatunk, és jóval meggyőzőbben játszottunk, mint az első félidőben, és a Gyömbérnek több szerencséje van, akkor a labdája nem a kapufák találkozásánál pattan, az alapvonalon kívülre. Az 57. percben mégis vezetést szerzett az ellenfél, Matics passzolt Kelemenhez, aki két védő mellett is átjátszotta a labdát, lövése pedig megpattant, és Ister nem tudott hárítani. A csereként beállt Lakatos nagy kedvel játszott, benne volt a gól a megmozdulásaiban, de a 61. percben hiába lőtt, Pásztornicki hárított. Egy perccel később ugyanaz a felállás, ismét Lakatos lőtt és megint védett a kapus. A 64. percben egy újoncot avattunk, először lépett pályára soroksári szerelésben Csernik Kornél. A 69. percben ismét Kelemen került helyzetbe, de épp hogy csak mellé bólintott. 5 perccel később gyönyörű akciót vezettünk, Tamás ívelt hosszan János Norbert elé, aki átemelte a kapust, de megint csak kapufát lőttünk, a lecsorgónál pedig már visszazárt a védelem. 1 perccel később pedig hatalmas mentés az ellenfél egyik védőjétől, János elől tisztázott nagyot. Érett a gól, ami a 78. percben be is érett, Tamási szögleténél remekül támadta a labdát Dvorzsák, és a kapu bal alsó sarkába fejelt. Újabb egy perc elteltével pedig esély nyílt rá, hogy vezessünk is, ugyanis Lakatos lábát húzták el, 11-es. Gyömbér pedig be is lőtte a büntetőt. Több helyzet nem volt a meccsen, küzdelmes, remek találkozót játszottunk.